Köszöntöm nézőinket, Önök kulturális magazinunkat látják, Jala Jászmin Grace vagyok. Nézzük, mit kínálunk a mai műsorban. Átadták a Prima díjakat, könyv jelent meg a 60 esztendős Gere László kutatásairól, advent a várakozás időszaka, meglepetés 54 címet viseli Lukács József kiállítása. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének területi szervezetei minden esztendőben átadják a Prima díjakat a kulturális, sport és társadalmi életben kiemelkedő embereknek, csapatoknak. Tolna megyében november közepén került sor az ünnepélyes átadóra. A kitüntetettek munkásságuk során olyan értékeket hoztak létre, mely példaértékű az utókor számára. 2003-ban alapította a Prima Primissima díjat a Vállalkozók Országos Szövetsége, melyhez két év múlva a területi szervezetek is kapcsolódtak a megyei Prima díjat átadó ünnepségükkel. A cél kezdetektől a magyar értelmiség szellemi eredményeinek megőrzése, a hazai tudomány, művészet, kultúra és sport terén legjobbak elismerése egyfajta példamutatásként. Az idei kitüntetettek között a vállalkozói díjak mellett a Tolna megyei kulturális élet kiemelkedő egyéniségei is átvehették elismerésüket. Köztük volt Szabadi Mihály, Besenyei és Csokonai díjas koreográfus, a magyar népművészet és közművelődés kategóriában vehette át az elismerést. Ő volt a Bartina Néptánc Együttes alapítója, foglalkozott a dunamenti népcsoportok és a bukovinai székelyek táncainak, dalainak gyűjtésével, valamint a Szekszárd környéki falvak folklórjának lejegyzésével. 10 szép irodalmi kötetben örökítette meg a paraszti kultúrát. Hagyományok nélkül nem lehet jövőt építeni, mert múlt nélkül nincsen jövő. Amit a paraszt emberek lelkében kivirágzott kultúra, az maradjon meg valami a következő évszázadokra is, mert az a nemzeti megmaradásnak az alapja. Elsősorban nem a látványos dolog, mert a népművészet az valami módon azért hagyományozódik. A dalok megmaradnak, a hímzések, a viselet, ha máshol nem, a múzeumban megmarad. De azok a magatartási formák, a munkakultúra, ami a paraszt emberek világába kialakult, az az, amit menteni kellene, mert ez a nemzeti megmaradásnak az áloga. A Magyar Oktatás és Közművelődés kategória Prima díjasa Lukácsi Pál, a Dunaföldvári Magyar László Gimnázium nyugdíjas igazgatója. Elmondása szerint a Decsi iskola, a Garai Gimnázium, a Szegedi Egyetem tanárai indították őt a pedagógus pályára. Azt gondolja, akkor tanít jól az ember, ha maga is tanul. Megítélése szerint kiművelt emberfők nélkül nem lehet jövőt építeni. Én azt gondolom, hogy nem csupán ez az mai alkalom mutatja ezt meg, hanem az egész életünk is ezt bizonyítja. Az utolsó 15 évben helytörténet felé fordultam, és könyvek tucatját, hát egy tulajdonképpen 11-12 könyvet, könyv ment ki a kezemen keresztül. Valószínűleg tartom, hogy a legérdekesebb ezek közül a színjátszás krónikája lesz, mert már eddig is az. Nagy érdeklődést vált ki még a kocsmákról szóló, vendéglőkről szóló könyv is, mert kétségtelen, hogy az egyenlőségi kör története kevesebbeket érint, vagy érdekel, csak az a legidősebb korosztályt, akinek még van emléke a múltról. A Prima Gála hivatalos jelöltjei mellett minden esztendőben egy díjat a közönség ítéletére bíznak a szervezők. A közönség díjra jelöltek között volt idén a Szekszárdi Madrigál Kórus, a Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar és a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar is. A szavazatok alapján a díjat Tari Gergely, a Tolnai Zenekar vezetője vehette át. Egyre többen látogattak el a hangversenyekre, most például a Prima díj szavazáskor is. Én úgy éreztem, hogy nagyon sokan állnak mögöttünk, és nagyon hálás vagyok nekik ezért. A jövő az az, hogy egyrészt, amit említettem az előbb is, hogy kis zenekart szeretném felhozni egy olyan szintre, hogy majd később ők is be tudjanak ülni, illetve hát épp most beszélgettünk a jövő évi tervekről, jövőre szeretnénk egy tengerparti tábort összehozni a zenekarral, illetve hát a lehetőségekhez képest minél színvonalasabb hangversenyeket adni a közönségünknek. Gesztesi Béla, az alapító szervezet ügyvezető igazgatója ünnepi beszédében arról beszélt, az érdekvédelmi és szolgáltató tevékenysége mellett a VOSZ egyfajta misszióként alapítása óta szervezi az értékek elismerésére szolgáló gálát, melyet célja szerint példaképeket kíván állítani.
Fajszi Lajos tolnamegyei elnök azt emelte ki, az összefogás megerősítése a legfontosabb feladat a vállalkozói szférában is. Nyilván a VOSZ-nak a szerepe ilyenkor azért felértékelődik, mert amikor mindenkinek jól megy és minden happy, akkor nincsen szükség arra, hogy egy háttérszervezet segítsen. Most, amikor ugye egyáltalán nem happy minden, most nagyon nagy szükség van arra, hogy az összefogás erejével a vállalkozások megpróbálják azért kiharcolni azokat a minimális segítségeket, amivel túl lehet élni ezt az időszakot. A VOSZ ott van az érdekegyeztetésben. A kormány folyamatosan tájékoztat is minket, és mi is folyamatosan bombázzuk a kormányt a saját gondolatainkkal, és ennek azért egy jó része be is futott. Tehát azért, amikor az van, hogy a kormány ezt a segítséget, azt a segítséget adja, azért ott 90%-ban az van, hogy a VOSZ mögötte volt, és segítette a döntésben a kormányt. Mindemellett tette hozzá, továbbiakban is fontos marad a szervezetnek az eredetileg megfogalmazott cél, hogy azok, akik példaként állíthatók munkásságuk eredményeként a társadalom tagja elé, megkapják elismerésüket. Ezért találta ki Demján Sándor annak idején a Prima díjat, és ezért adja át a Tolna megyei szervezet is minden esztendőben a maga elismeréseit. A múzeumi hónap keretében jelent meg az a kötet, mely Gere László muzeológus régész kutatási eredményeit gyűjti csokorba. A megjelenés apropóját a kutató 60. születésnapja adta. A könyvben szakmai környezetének tagjai elevenítik fel azokat a közös munkákat, melyek az elmúlt évtizedekben meghatározók lettek az ország történeti kutatása és műemlékvédelme szempontjából. A Bácskai mocsárból eljutni a Pesti Egyetemig, az egy rendkívül kemény munka volt. Ezt akkor éreztem igazán meg, hogy ez mit jelent, nem is énekem, hanem az ott lévő osztálytársaimnak, barátaimnak, rokonaimnak, hogy amikor sokakkal így hosszú idő után először találkoztam, így akkor körülbelül mint egy ilyen szent emberre, vagy nem is tudom megfogalmazni, ilyen hatalmas, mély tiszteleteli alulról felfelé néztek, hogy és büszkék voltak, hogy igen, közülünk is kikerülhet egy ilyen ember. Gere László számára a gyökerek felkutatása, az értékek megmentése egyfajta belső kötelezettség és hajtóerő. Azért fordult a műemlékek védelme felé, mert megítélése szerint ezek olyan üzeneteket hordoznak, amelyek nélkül a jelen nem értelmezhető a maga helyén. Nem volt egyszerű számára versenyben maradni az iskolában és a szakmában, meséli, hiszen onnan, ahonnan indult, ez jelentős handicap volt számára. Vagy csak a történelmet tekintve, hiszen nekünk azért nem tanították a magyar történelmet ott, csak Jugoszláviát. A Jugoszlávia az körülbelül úgy nézett ki, hogy az Isten eleve úgy teremtette földet, hogy már volt Jugoszlávia. Hogy mi ott hogy vagyunk, magyarok, az nem volt egy téma. Hogy én nekem tudtam, hogy ki vagyok, miért vagyok magyar és hogy vagyok ott, az annak köszönhető, hogy apám elővette Nagy Magyarország térképét, amit azért nem volt veszélytelen rejtegetni a délvidéken, a titói érába, pláne annak az első szakaszába, és elmagyarázta dolgokat. És azt kellett, hogy mondja, hogy gyerek, erről ne beszélj senkinek, mert apádat ezért lecsukhatják. Munkássága eredményeit felesége Vizi Márta múzeológus vezetésével egykori kollégái, barátai, pályatársai szerkesztették össze egy kötetbe a kutató 60. születésnapjára. Az anyag 5 éve együtt állt, de könyvformájában csak most ölthetett testet. Munkássága, bár országos kiterjesztésű, jelentős számban kötődik Tolna megyéhez, illetőleg a régióhoz. Vagy olyan helyszínekhez kapcsolódnak, ahol Laci maga is dolgozott, tehát együtt tárták fel, vagy kutatták az adott objektumot, vagy pedig olyan helyszínekhez kapcsolódik, ami ugye Lacinak a tágabb pátriája, itt Tolna, Baranya és Somogy megye, amelyeket főként ismer, és ahova az ő munkái is kötődnek, és ennek a három megyének a megyében található emlékekhez kapcsolódó munkákról szülessen egy tanulmány, és így jött össze a kötet. 21 tanulmánya van tulajdonképpen a könyvben, mert van olyan tanulmány, amit szerzőpárosok írtak. Egyrészt különböző
területekről van, különböző objektumok, amik önmagukban is izgalmasak. Tehát ha már csak halljuk a Siklósi várkápolna, vagy az Ozorai várnak a nevét, már attól az embernek az érdeklődése a téma felé fordul. Nagyon sok izgalmas régészeti kutatás van, és nagyon sok, tehát hogy a kutatások kvázi befejezetlenek, nagyon sok a kérdésfelvetés a tanulmányokban, amitől az embert gondolkodásra serkentik, és rájönnek, hogy ez ennek sosincs vége. Egy kutatás még csak abba hagyni lehet, de befejezni sohasem. És ettől is izgalmas, és attól, hogy tényleg látszik, hogy a kollégák átgondolták, hogy mit szeretnének leírni, hogy tényleg a Lacihoz kapcsolódik, és valóban a régészettől kezdve az épületkutatásig, az avarkortól a barokkig mindenféle tanulmány megtalálható benne. Az Ozorai várnak a kutatása, amit legalább 10 évig csinált, a Szigligeti várnak a kutatása, aminek a dokumentálása gyakorlatilag az ő munkája volt, és megkerülhetetlen a szakmában. A Gyulai várkastélynak a kutatása, amin együtt dolgoztunk, és aztán számtalan pécsi objektum, amelyeket megcsinált a pécsváradi templomnak a kutatása. Ezek mind olyan kiemelkedő objektumok, amelyek valóban meghatározóak az ország történelmi és műemlékvédelmi szempontjából. Azért is pótolhatatlan, mert egyrészt végtelenül szorgalmas, végtelenül precíz, tényleg mindennek utána jár, és gyakorlatilag itt ez a három megye, amiről beszéltünk, annyi kutatást végzett, hogy tényleg pótolhatatlan az a munka. Én csak remélni tudom, hogy most a nyugdíjas lett, egy nagyon-nagyon sok korábbi dokumentációt elővesz, és publikációt csinál belőle. A kötet a maga szempontjából egyedülálló, mondja az ünnepelt. Én becsületes vegyésztechnikusnak készültem, és a második év után a szülő házunktól egy 1,5 kilométerre régészeti ásatást kezdett a Szabadkai Városi Múzeum, ugyanis én becsületes délvidéki magyar gyerek vagyok. És elmentem kíváncsiskodni. Ahhoz igaz, hogy a történelmet, néprajzot ilyen, azt én nagyon szerettem, úgy érdeklődtem, meg kedveltem, de hogy hát szóval vegyésznek indultam. És a régészetet ez meglátni és megszeretni, ez egy pillanat műve volt. Akinek nincs múltja, akinek nincsenek gyökerei, annak nincs jelene, és nem lehet jövője. Tehát hogy én régész lettem, én úgy, és hogy később a műemlékvédelem, később, hát egyetem után majdnem mindjárt a műemlékvédelemhez keveredtem, ha én nekem kutya kötelességem feltárni, megőrizni a múltat, hogy hát ezt Rádai mondta, hogy unokáink is látni fogják, tehát ezzel a gondolattal nagyon, hogy a jelen generáció és talán a jövő generációnak is legyen egy öröksége. Nekünk ez a feladatunk, mármint régészeknek, műemlékeseknek, művészettörténészeknek, hogy ezt a magyarság gyökereit ápoljuk, megőrizzük, hogy a nemzetnek legyen múltja. November 27-én gyújtják meg az első gyertyát az adventi koszorúkon. Ezzel hivatalosan is megkezdődik a karácsonyi időszak. Az advent várakozás az Úr eljövetelére. Fekete Zoltán káplán szerint most különösen fontos, hogy ünneplőbe öltöztessük a szívünket, és megtaláljuk a kapcsolatot Istennel. Advent. Erről a szóról mindenkinek a várakozás és a karácsony jut eszébe. A keresztény kultúrkörben a karácsony napját december 25-ét megelőző 4. vasárnaptól karácsonyig számított időszakot nevezzük adventnek. Az advent szó az készületet jelent, tulajdonképpen az Úr Jézus eljövetelére készülünk, Adventus Domini, az Úrnak az eljövetele. Ez azért fontos, mert Isten és az ember között harmonikus kapcsolat alakult ki, mert Isten a világot jónak teremtette, és a természet fölöttire nyitottnak teremtette az embert. Az ember oldaláról ez a viszony megromlott, ez volt a bűnbeesés. Az Isten ilyenkor nem csak igazságosan megbüntette az embert, tehát vezekrésre fogta, mert Isten még a rosszból is tud jót kihozni, hanem megígérte a megváltót. Ilyenkor elkövetkezett az emberiség történelmében egy nagyon-nagyon hosszú megváltó várás.
ez az első advent, az első advent időszaka. A megváltó Jézus Krisztus pedig visszavezetett minket az Istenhez. Ilyenkor, adventkor nem csak erre emlékezünk, hogy az emberiség várta a messiást, a megváltót, a felkentet, mert ezt jelenti a messiás szó, aki helyreállít mindent, hanem ünnepeljük a második adventot is. Ebben a második adventi időszakban élünk most, várjuk, hogy az Úr Jézus dicsőségében újra eljöjjön az ég felhőin, szent angyalai kíséretében, és ígérete szerint új eget és új földet alkot. De hát tudjuk, hogy ez a földi világ, ez csak egy előszobája a mennyországnak, a mennyországot nem itt a földön kell keresni, és így az életünk is egy adventi, egy úrvárás, egy messias várássá alakul. Várjuk az üdvözítőt, hogy az életünk végén eljöjjön, kiragadjon minket ebből a síralomvölgyből, a szomorúságból, és az örök boldogságba áthelyezzen minket. Ez is egy várakozás, tehát az életünk, mert keresztények, mi keresztények mondhatnánk, hogy reménykedünk, ugye a jóban. Ez a remény, ez nem kell hívőnek lenni, mindenkiben benne van nekünk. Természetfeletti reményünk van, hogy az Úr Jézus mindent a javunkra fordít. Amit különösen kér az egyház, hogy tegyük le a problémáinkat. Ha meg vagyunk keresztelve, voltunk első gyónók, első áldozók, akkor járuljunk a Szent Gyónás szentségéhez. Tehát karácsonyi időszakban le lehet tenni, akár már adventől egészen karácsonyi idő végéig a bűneinket, és megtisztult szívvel, megtisztult lélekkel lehet várni így a karácsony ünnepét. Ilyenkor az ember, ha megtisztul a gyóntatószékbe, hát a katolikus, akkor leteszi a bűneit, akkor felszabadul jobban a természetfeletti jó cselekedetek megtételére, mások szolgálatára, Isten szolgálatára. Ebben az időszakban az egyház jó cselekedetekre és példamutatásra is buzdítja az istenfélő embereket. Arra készülünk, hogy 24-én 16 órakor karácsonyi műsor, betlehemezés lesz a gyermekekkel, tehát tényleg annyira fontos, hogy gyerekek is jönnek, minisánsok is járnak egyébként még a szentmisékre, hogy tartsuk egymásban a lelket. Azt szeretnék így az emberek igazán a szívük mélyén, reméljük minél többen, hogy jobban egymásra találjanak az emberek, jobban figyeljenek egymásra, nem csak ebben az adventi időszakban, hanem egyébként is. Hát ezt szeretnénk, hogy jobban figyeljünk egymásra, és közösen eljussunk a örök boldogságra. Barsi Balázs atyának a gondolatával szeretném zárni egy rövid kis gondolat. Imádság. Istenem, add nekem az igaz hitet, a biztos reményt és a tökéletes szeretetet. Áld meg szeretteimet, és viseld gondját minden embernek, hiszen te sohasem alszol és sohasem szunnyadsz. Virrasz felettünk tágra nyílt szemmel, ó örökkévaló, hatalmas szárnyaiddal takard be a földet. Amen. December 10-éig tekinthetik meg az érdeklődők Lukács József szobrász művész kiállítását a Dombóvári Művelődési Ház Majoros galériájában. A születésnapját ünneplő Dombóváron élő szobrász tárlata a Meglepetés 54 címet kapta. A művek között találkozhatunk az alkotó eddigi munkásságából grafikákkal, valamint fa és kőszobrokkal. A Dombóváron élő szobrászművész Lukács József Jóka kiállítása látható a Majoros galériában. A fa és kőszobrok alkotásával foglalkozó művész tanulmányait Budapesten, Pécsett és Angliában végezte. Mint mondja, elég korán megjelent az alkotás az életében. 6. kaptunk egy új rajztanárt Morvai László személyében, aki, hát ő húzott bele ebbe az egész dologba, neki megtetszett egy-két munkám, és ő javasolta azt, hogy menjek el a Gál Imre rajzszakkörbe, ha van kedvem. És akkor először hezitáltam, mert akkor még erősen sportoltam, és akkor egyszer csak lementem, és kész, vége. Majd annyi, azután ott ragadtam.
Fél pont hiány nem vettek föl 1983-ban a képzési természeti szak középiskolába, így aztán az volt, hogy szülői tanácsra mondták, hogy menjek faipariba. És egy évig jártam a faipari suliba, Zegressi útra, és utána fölvettek, akkor meg majdnem maximum pont számmal a kisképzőbe, és utána sokáig nem foglalkoztam így ezzel a dologgal, hogy fa vagy intarzia, amikre akkor jelentkeztem annó, és hanem Pécset diplomáztam 95-ben először, és akkor már én elkezdtem foglalkozni újra. Azzal, hogy a régebbi részkart lemezeimet, fametszeteim, illetve linómetszeteim ducait kezdtem el felhasználni a képeimben, és akkor egyre inkább maradt az, hogy na, két és fél dimenziós kiterjedésű, még falra akasztató fatárgyakat csináltam, és akkor elindult a dolog, hogy kész, akkor maradt a fa és a kő. Mesterei között volt Keserű Ilona és Colin Foster is. Doktori fokozatát summa cum laude minősítéssel szerezte meg, munkáival pedig számos külföldi és hazai gyűjteményben találkozhatnak az érdeklődők. Amíg ezekre a tárlatokra kerülnek a fa és kőszobrok, az sok munka előzi meg. Nagyon sokat rajzolok előtte. Tehát az, hogy a grafika és a szobrászat számomra teljes mértékben összekapcsolódik, ebben visszanyúlhat az, hogy eredetileg én festőszakon végeztem, úgyhogy, de mostanság az elmúlt 20-30 évben azért nem direkt módon festek, hogy ezzel, de a lényeg az, hogy sokat rajzolok, fontosnak tartom, és hát akkor valamilyen terv alapján elkezdem faragni akár a fát vagy a követ, de egyértelműen ami meghatározza az, hogy én teljes mértékben tiszteletbe tartom azt az anyagot, tehát egy egyenrangú párbeszéd az, ami az anyag és én köztem zajlik. Ugyanolyan fontosságúnak tartom azt, hogy ismerjem azt az anyagot, tehát nem az, hogy meg valamilyen kormeghaladó ötletem van, és én azt feltétlenül kivitelezni szeretném, hanem egy konszenzus az anyag és én közöttem. És ez az, hogy én hiszek abban, hogy a munkának így, ha van valamilyen jellegű mondani valója, az közben születik. Tehát nem az, hogy, tehát nem illusztráció. Vannak olyan jellegű munkák is, vannak olyan jellegű szobrok is, amelyek illusztrálnak, akár egy ideát, akár egy nézetet, akár egy irányzatot, akár, ha már ilyen szép szóval mondjam, trendi dolgot, de én ettől távol tartom magam. A Meglepetés 54 címet viselő kiállításon a látogató találkozhat a művész grafika, kő és fa munkáival egyaránt. Valójában ez egy olyan jellegű bemutatkozó dolog, mert itt azért vegyesen vannak. Tehát van régebbi, tehát 20-22 évvel ezelőtti munkám is, mind grafika, mind szobor is. Valamit most kaptam vissza 2009 óta, azt kicsit restaurálni kellett, stb. De az a lényeg, hogy egy összefüggő anyag legyen, ami... hát így bemutatja az én grafikai és szobrászati tevékenységemet. Szerencsére úgy van, hogy túlnyomó részt azért nagyon sok ember megkérdezi, hogy megfoghatja-e, és hát természetesen a válaszom az, hogy abszolút igen. Mert hogy a szobor az amúgy is érintéssel, hozzányúlással alakul, független attól, hogy ott van a szerszám, vagy a véső, vagy a kalapács, vagy bármi, de egyértelműen az, hogy milyen jellegű kontaktust vált ki az emberekből, és ez már így adja magát az, hogy na, hogy milyen jellegűen megyünk hozzá közel a szoborhoz, hogy nem félünk tőle, és hát nem múzeum, tehát nem az, hogy hú, megérintjük, akkor baj lesz, nem, ezeket, ha lehet, akkor nyugodtan meg lehet fogni. A tárlat december 10-ig látogatható a Dombóvári Művelődési Ház Majoros galériájában.
Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!